22 tánccsoport, közel 200 növendéke vett részt az Izményben megrendezett bukovinai székely gyermekcsoportok találkozóján. A Tolna megyéből érkezett gyerekek hagyományos népviseletbe öltözve adták elő műsoraikat. Kelemen Ferenc Izmény polgármestere szerint ezek a rendezvények összehozzák nem csak a rokonságot, de az azonos kultúrához tartozó embereket is. Én ennek a rendezvénynek mindig nagyon örülök, sőt minden rendezvénynek, ami a településen van, mert ez kicsit a településnek is a jót tesz, hogy azért az emberkék kimozdulnak, és ez meg különleges, ugye, hogy a kis csoport, a népi együttes kis csoportja, hogy itt Izménybe is van, és sőt, ők szervezték először, és ők szervezték meg ennek az összejövetelnek is, most már harmadik alkalommal van megrendezve. Én ennek nagyon örülök, mint ahogy mondtam is ott a végén, hogy ennek már csak akkor ülnének jobban, hogyha ez a rengeteg ember, ez mind a településünk lakója lenne, mert én azt látom, hogy ha egy településen sok a gyerek, akkor van élet. Ha nincs fiatal, nincs gyerek, akkor viszont eléggé zsiralmas a helyzet. Ez nagy öröm részemre, és úgy gondolom, hogy a település lakói részére is, mert kikapcsolódhatnak, itthon láthatják a mi gyerekeinket, sőt, és nagyon sok településről idejövő gyerekeket is, és nagyon nagy ugye a rokonság, azért az ismeretség, és majd, hogy mindenki ismer mindenkit. Hagaráról jön, Habátaszékről jön, de pláne Kakasról, úgyhogy ezek mind azt mondom, hogy a mi fajtán, mondjuk úgy, hogy nagy része székely. A kakasdi Sebestyén Ádám székely társulat több korosztállyal is képviseltette magát. Az óvodások mellett általános iskolások és középiskolások is adtak elő bukovinai népi játékokat és táncokat. 2019-ben voltunk itt először a kakasdi Sebestyén Ádám székely társulattal. Hát, akik akkor novisok voltak, azok ma már iskolások, úgyhogy most is föl fognak lépni. Hát nagyon szeretünk ide járni, mert nagyon barátságos környezet van itt, és nagyon jó ez a találkozó, hogy egymást tudjuk látni, hogy hol tartunk magunkhoz képest, vagy egymáshoz képest. Izgalommal nézzük egymást, hogy jaj, most ki az ügyesebb vajon. A gyerekek a fellépések között részt vehettek kézműves foglalkozásokon, színezhettek és énekelhettek is. Az évről évre visszatérő tánccsoportok növendékei egymásnak átadva tudásukat próbálják meg továbbvinni a néphagyományt. Bátaszékről érkeztünk. A bátaszéki székelyek baráti körének van egy felnőtt csoportja, és most a kicsikkel érkeztem, ők a székely dédunokák. 3 és 8 év közötti gyerekekről beszélünk, körülbelül 25-en vagyunk, de 14 gyerekkel érkeztem ma ide. A koreográfiánk címe Disznóölés maszkában. Egy kis népi hagyományt próbáltunk feleleveníteni. Bukovinában is ez a maszkázás, ez nagy hagyomány volt, és próbáljuk a mai gyerekek körében is ezt megismertetni. A hagyományos táncokat táncoljuk, próbálunk hagyományos dalokat, mondókákat, énekeket találni és tanítani nekik. Az egyesületünk egy pár éve újult meg, egy nagyon régi egyesületről beszélünk, de most kezdtünk fiatalítani, tehát a felnőtt tánccsoport is, és a gyerekek is most kezdenek gyűlni, úgyhogy körülbelül másfél-két éve kezdtük el, de akkor a vírus egy kicsit gátat szabott a fejlődésnek, a kicsikkel való foglalatoskodást. Tavaly 5 kisgyerekkel voltam, most 14-el, tehát ez is mutatja, hogy azért alakulunk. Népviseleteinket most fogjuk beszerezni, igyekszünk mindenkinek népviseletet varatni, úgyhogy reméljük jövőre már mi is ilyen gyönyörű viseletekben leszünk, mint a többiek.